Tehát figyelj el a két gondot. De ennek a műhelynek pontosan emiatt az a címe, hogy mik azok a módszerek. Tehát lehet-e ilyen szituációkban is közösségi megoldásokkal tovább lépni, közösségi megoldásokkal segíteni azt, hogy a bennünk élő hatalom az a valóságban is megjelenjen. És akkor erre próbálunk néhány példát és mintát, vagy inkább azt mondjuk, hogy kezdeményezés, talán ez a jó szó rá, bemutatni. És akkor először magamról annyit, hogy Halmai Zsuzsa vagyok, és én is most egy mély szegénység programban dolgozom. A mi egyik településünk egyik programját is be fogjuk mutatni. Akik még velem vannak, és akkor kezdjük nálatok, Győrtelep Pécsről, egy ottani peremhelyzetekkel foglalkozó programból, majd a programról ti beszéltek, Világosi Linda és Kalányos Zsolt. Mellettem Sélei Andi, aki az Észak-Abba Ujji programnak most egy másik elemét mutatja meg, nem a délelőttit. És Olá Roland, aki pedig, ahogy láttátok a meghívóban is, Ág településről és az ottani Kaláka programról vagy kezdeményezésről fog beszélni. Úgy gondoltuk, hogy végig legyen ez egy interaktív műhely, ezért 10-10 percet szánunk arra, hogy a programok bemutatkozzanak. Már program közben is lehet kérdezni, ez nagyon fontos. Tehát, hogyha közben valami eszetekbe jut, nem értitek, vagy nektek ezzel ellenkező a tapasztalásotok, akkor azt lehet mondani, és utána még így jut időnk 3-4 ilyen tematikus kérdésre is. És akkor tiétek a szó először. Még néhány mondatban bemutatnánk Pécs Hősök terét azoknak, akik még nem hallottak róla. Hősök tere Pécsnek a szélén található, az egy 900 fős szegregátum hivatalosan, de aki nem tudományosan ismeri, vagy szakmai berkekből csak Pécsen lakosként, az azt tudja, az a hely, ahol nem kell oda menni. Tehát, hogy ez egy nagyon rossz hírű negyede Pécsnek, talán a budapesti 8. kerülethez lehetne hasonlítani. Nagyon-nagyon a város szélén van kieső területen, régi bányász kolóniák találhatók itt, 30-40 négyzetméteres lakások, fürdőszoba nélkül, szobakonyhás lakásokkal. Nagyon-nagyon magas a munkanélküliség és az alacsony iskolai végzettségűek száma. És a pécsi önkormányzat több programot indított itt az elmúlt években, amivel szeretné integrálni a területet és az itt lakókat. Ez a munkacsoport, ami kapcsán Zsoltán itt vagyunk, igyekszem. Szóval a munkacsoporttal 2012. decemberre óta dolgozunk együtt. Akkor a UNDP, az ENSZ fejlesztési programja kereste meg Pécsváros önkormányzatát azzal, hogy az ő módszertanukkal közösségfejlesztésbe kezdene Hősök terén. Ez egy érdekes szituáció volt, mert hogy párhuzamosan már Győrtelepen Hősök tere egyik legalsó szegletében futott egy TÁMOP program. Így egyszerre két program zajlott a területen. Az egyik egy meghatározott rendszerrel, pályázati rendszer, megvan, hogy mit kell végrehajtani két év alatt. A másik viszont a UNDP módszertan egy újat hozott a területre. Ez a közösséget kereste föl először, a közösség tagjait, az egyéneket. Tehát egy házalós módszerrel indult el két kollega, házról házra járva, és megkérdezte, hogy mik a területen a problémák, ő milyen javaslatokat tenne a megoldására, illetve hogy mi az, amit ő hozzátenne. Tehát, hogy ne elvárjuk a megoldást, hanem hogy tegyünk saját magunkért, és tegyünk egymásért. És így megindult egy közös munka, több hónap egyéni felkeresések, beszélgetések után kezdett kiülni egy kisebb csapat a Hősök terére, és együtt dolgozni. És majd, ha a technika kegyes lesz hozzánk, akkor ennek a munkának a gyümölcsét, meg pár Hősök terei képet is megmutatunk.
És akkor átadom a szót Zsoltnak, aki helyi lakosként csatlakozott a munkába. Helyi lakosként azt tudnám elmondani, egy kicsit visszanyúlnék a múltba. Ugye ez egy, Linda is említette, ez egy bányász település volt, ahol egy jól működő közösség volt, kiskertekkel, saját kis állattartással, nagyon jó szomszédi viszonnyal. Ezek az emberek egy helyen dolgoztak. Sajnos a bányák bezárásával ez mind borult, mert hogy itt az emberek tulajdonképpen egy műszakban, ha nem voltak műszakban, akkor együtt töltötték a szabadidejüket, együtt beszélték meg a mindennapi dolgaikat. Aztán ez egy ilyen 30 évvel ezelőtt, ugye a bányák megszűnése után szépen lassan így elmaradt, és így borult meg a közösségi élet. Illetve nagyon hozzátett még az is, ezt így helyi lakosként tudom elmondani, hogy nagyon sok olyan ember költözött be a területre, aki szintén hozzájárult ahhoz, hogy a közbiztonságunk és a közösségünk romoljon, illetve Hősök tere hírneve romoljon. Nagy részben szerepe volt ugye a vezetésnek, hogy keveset figyeltek a területen, nagyon ingerszegényé, nagyon kevés fejlesztés történt a területen a 30 éven keresztül. Nagyon-nagyon sok lakóépületünk eltűnt a területről, ami nagyon fontos. Ezáltal, hogy eltűnt, zsúfoltabb lett a terület, sokkal szűkebb területen tudtunk együtt élni, ami hozta magával a több konfliktust, a több rossz helyzetet. Aztán, ahogy Linda is elmondta, másfél évvel ezelőtt megkeresett Romsics Anyit a pár embert, illetve hát a munkatársaival megkerestek pár embert, és onnan megpróbáltak kiragadni pár olyan személyét, akivel elkezdték a munkacsoport munkáját. Azóta tulajdonképpen elég jó és szép eredményeink vannak, nagyjából ennyi a mi kis történetünk. Eredmény? Igen. Hát az eredményünk az egy lakossági fórummal kezdődött, ahol ugye elkezdtük vázolni azokat a problémákat, amik a területet érintik. Ezt a munkacsoport ilyen nagyon szépen így összeszedte csoportokba, külön választotta egészségügy, lakhatás, közbiztonság, fiatalok, idősek, középkorosztály, munkanélküliség, tehát hogy azok a szempontok, amik úgy éreztük, hogy nagyon fontosak, és mondom, hogy úgy éreztük, mert hogy mi lettünk megkérdezve, hogy mik azok a problémák, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy végre kaptunk lehetőséget arra, hogy mi dönthessünk, és hogy mi határozhassuk meg azt, ami történjen a területen, és ne egy külső erő hatására, úgymond rá erőszakolva történjenek a dolgaink. Eredményeim például hosszú ideig problémát okozott nekünk egy busz megálló például, mert az kint volt egy forgalmas főúton, oda nagyon sok gyerek átjárt. Itt a munkacsoport ezt gyönyörűen kidolgozta, meghívtuk az illetékes személyeket, tartottunk egy terepbejárást. A mai nap ott tartunk, hogy a tér belső területén ott van a busz megállónk, ami biztonságos, ami tökéletes és használható, és ugye nem utolsó szempont, hogy nem balesetveszélyes. Ami még eredmény, hát most, ha a jelent nézzük, ez egy kezdeti munkálat, de nem kicsi, mert hogy szeretnénk, hogyha megújulna a tér, mert hogy erre is lesz lehetőségünk, mert a tér az egy központi hely, mi a munkacsoportjainkat jó időben ott tartjuk, és ez úgy történik, hogy ezt mi munkacsoportosok, illetve helyi lakosok több fórum keretében, épp az elmúlt héten is volt tervezők bevonásával egy fórum, ahol mi mondjuk meg azt, amit szeretnénk a téren, és ahogy szeretnénk a téren használatát látni x idő múlva. Ezt azért mondom, mert hogy voltak kész konkrét tervek, de mi ezeket áthúztuk. És mi közöltük, hogy mi így szeretnénk. Ami érdekes, hogy mi még egy külön tervet is készítettük, annak ellenére, hogy kaptunk egyet, de mi azt nem találtuk jónak, és csináltunk egy másikat, amit rajzoltunk. Kicsit kiegészíteni, meg korábbról kezdeném.
Az egyéni felkeresések és a kezdeti munkacsoportok alkalmával, ugye az elején mindenki azt mondta, hogy mert nincs pénz, itt nem lehet semmit csinálni, mindent tönkretesznek, itt úgyse fog történni semmi, hát 40 éve nem történt semmi, miért pont most történne bármi is. Nagyon negatív hangok voltak, és az egyik ilyen probléma, amit mindenki mondott, ez a bányász idő, ez ilyen nagyon nosztalgikusan él a fejekben, hogy akkor aztán mennyire jól működött minden, és hogy a Hősök tere akkor egy központi hely volt, nem csak az elhelyezkedése miatt is, hanem mint hogy a Hősök tere, amit így emlegetünk, környékek és utcák belül, a tér maga, az otthon, ahol a bolt, az orvosi rendelő, a posta, a gyógyszertár, minden közel van, de most ez így átjáróként funkcionál, illetve tényleg bandázásra használják a fiatalok, tehát az ott található játszótérre nem viszik ki az anyukák a gyerekeiket, és nem használják közösségi eseményekre a teret. Nem használták egy éve még. De hogy elindult akkor egy ilyen békés visszafoglalása a térnek, pont a munkacsoport által, hogy az ilyen közös megbeszéléseket, lakossági fórumokat, az első kis akciókat, ami legyen egy karácsonyfaállítás, egy Halloween part is felvonulásnak az egyik alkalma, ezeket a térre szerveztük. És egyre többet szotyisztunk a téren kiülve, beszélgetni, és hát sokszor már a munkacsoportosok csak úgy is összeültek beszélgetni a téren, úgyhogy nem volt ez jó alkalom arra, hogy ott egyéb ügyletek zajlódjanak, és a tér újra egy békés közösségi hely. Ehhez kapcsolódik, hogy egy TIA program keretén belül az önkormányzat felújítja a Hősök terét, és most már nagyon sokszor, hogyha az önkormányzat valamilyen programot szervez hozzánk, területünkre, akkor megkérdezi a véleményünket, eljutottunk erre a szintre. És most is így történt, mondták, hogy hát fel lesz újítva a tér, tök jó lenne, hogyha a közösségi tervezés keretében újulna fel a tér, úgyhogy közösségi tervezés folyamatát tervezzük meg. És mondjuk el, hogy hogy szeretnénk. Mi így munkacsoporton összeültünk, kitaláltuk, hogy hány alkalmunk van, ugye a határidő volt csak megszabva, tudtuk, hogy hát szűk, de persze meg tudjuk csinálni, és megmondtuk, hogy így szeretnénk, kérünk hozzá egy térképet, hogy arra rajzolhassunk első ködbe az emberekkel, álmodozhassunk. Küldtek egy térképet, és mi néztük, hogy ebből volna, hogy lesz bármi is, úgyhogy gyorsan elszaladtunk egy 30 méteres mérőszalagért, és akkor így mértük, rajzoltuk, filccel, vonalzóval, lépésekkel, bárhogyan, és akkor mit csináltunk egy térképet végül is. Mondtuk, hogy jó térképünk van, akkor kezdenénk, mondták, hogy jó, akkor tervezzétek meg, hogy hogyan kerüljön a térre 10 darab pad, 6 darab asztal, egy streetball pálya, és így egyéb. Tudtuk, hogy ezt így biztos? És azt mondták, hogy igen, hát jó, akkor így elindultunk ezzel, hogy szeretnél Hősök terét tervezni, de hogy így arra gondoltunk, hogy ezek legyenek ott. És összehívtunk egy lakossági fórumot, amire eljött a tervező is, és mindenki leírta a papírra, persze hagytunk így véleménykifejtést, nem csak ezeket. Nekitek egy tök jó, de hogy a pad jó ötlet, de kétszer ennyi kellene, a streetball pálya nem jó ötlet, és hogy megkritizáltam, megmerték kritizálni az emberek a tervet. És amikor eljött a tervező csapat, akkor őket is meggyőzték, és maguk mellé állították, hogy erre a térre nem ez kell, hanem valami teljesen más. Úgyhogy most éppen zajlik a közösségi tervezés, a következő alkalomra várunk, és úgy tűnik, hogy meghallgatják a véleményünket. Ha kész lesz, akkor kiderül, hogy mennyire. Picit szeretnék visszautalni, mert az nagyon fontos volt, hogy azt mondtad, Zsolt, hogy ott régen volt közösség, ott volt régen a közösségnek tere, aztán ez elmúlt a rendszerváltás után. Magatoktól ti kezdeményeztétek volna ilyet? Nem hiszem. Megmondom őszintén, nem hiszem. És ezt azért mondom, mert amióta tulajdonképpen megalakult a munkacsoport, van olyan ember, akivel én 40 éve lakom ott, van olyan ember, és ő is 40 éve lakik ott, és egy utcából laktunk. És hosszú-hosszú idő eltelt, hogy abszolút nem is beszéltünk egymással. Ma már újra, sőt, nem is újra, hanem baráti lett a kapcsolatunk, egymásra találtunk, és ez csak az egyik ember, tehát van több olyan, hogy kialakult azért, kapcsolat köztünk. Azért volt fontos, azt gondolom, hogy ezt megkérdezzem, mert hogy ezt keressük, hogy mik azok a lehetőségek, hogy melyik szereplő hol tudja elkezdeni
felfedezni magában azt, hogy akarok valamit, célom van, és hogy gyakoroljam a hatalmat a saját ügyeim felett. De a kezdeményezés az nagyon gyakori, vagyis nagyon ritka ezekben a közösségekben, a peremhelyzetű közös. Hát pont ez múlt el, hogy annyi olyan impulzus érte őket, hogy úgyis megmondják, úgyis más van, tehát ők nem kezdem. Tehát kellett egyrészt azért egy ilyen külső impulzus. Mi kellett még, hogy ez a program jól elinduljon? Hát két nagyon jó közösségfejlesztő nyilván. Kellett két nagyon jó. És hadd mondjam még el azt, hogy a legeslegelején az első beszélgetésnél, amikor leültem Anitával, akkor igazából én sem hittem abban, hogy itt bármi történhet. Tehát, hogy ennyire negatív volt az én véleményem is. Aztán volt egy újabb telefonbeszélgetés, egy újabb találkozó, aztán egyre többen lettünk, és egyre jobban erősödött az emberben az, hogy igen, lehet. És ugye jöttek azok a lehetőségek, hogy saját maguk döntsünk. És itt ugye az előbb beszéltünk egy tervezésről. Mi azt hiszem megelőztük ezt a tervezést, mert hogy nekünk van egy saját időkapszulánk. Uh-huh. És mi még nem is tudtunk erről a tervről, de hogy mi már elkezdtünk tervezni a térre olyan elemeket, illetve olyan elemet, ami a sajátunk, egy időkapszulát, és ez nagyon fontos, mert hogy elkezdtünk gondolkodni előre. Mert hogy ezt 3 év múlva szeretnénk kibontani, és ezt 20 évre szeretnénk újra lezárni. Tehát vannak rövid és hosszú távú terveink, tehát hogy ez fontos. Fontos, hogy elkezdett kialakulni, és bizony kellett a löket ahhoz, hogy mert valószínűleg saját magunktól nem indultunk volna el. Kellett a löket, kellett a két nagyon jó közösségfejlesztő, kellett az, hogy igenis egy kicsit bizonyíthassunk, egy kicsit dönthessünk, mert hogy az a terület a miénk. Hogy egy kicsit megtapasztalhassátok a hatalmat. Így van. Így van. Nekünk kellett ehhez, hogy... Mondod, hogy hol vannak a kintetek? Linda, és a Prez második, és ebbe a képek. És hogyha ezt így be lehetne tenni, hogy így betítse sorba, és ne kell erről beszélni, az jó lenne. Köszönjük. Igen, ez az időkapszula, majd lehet, hogy néha oda nézünk. Így a másfél év programjairól válogattunk képeket, ez a Hősök tere. Március 15-én. Szóval arra, hogy hogyan sikerült kimozdítani őket. Tehát nekünk az elején volt egy nagyon nagy fórunk, azt hiszem, az, hogy az önkormányzat mellettünk állt és támogatta ezt. Tehát az, hogy hitetlenül, de eljöttek, felkészültek egy önkormányzati egyeztetésre az embereink, amiket a szolgáltatókkal hoztunk össze, a helyi busztársasággal, az energiaszolgáltatóval, a szemétszállítóval, a városvezetéssel, a önkormányzati bérlakásokban laknak ennek a kezelőszervezetével egy egyeztetést, hogy elmondják a problémáikat, kérdéseiket. És azt, hogy ezt sikerült összehozni úgy, hogy ők el is jöjjenek, és kirakuljon egy konkrét párbeszéd a két fél között, az egy nagyon nagy siker volt, hogy látták azt, hogy tényleg meghallgatják a véleményüket. Arról nem beszélve, amit már mondtam korábban, hogy ez egy nagyon viccesen alakult találkozó volt, mert a találkozó helyszíne az önkormányzat díszterme volt, ahol egyébként is magasrangú beszélgetések szoktak folyni, és ugye a terem egyik fele az a városvezetésnek van fönntartva. Akik ide járnak, tudják, hogy ők jobb és bal oldalt foglalnak helyet, és a szolgáltatók képviselői érkeztek korábban, és leültek jobbra és balra. Majd a mi izgalomtommal teli láncigéző munkacsoportunk is megérkezett a terembe, és azt látta, hogy lent ülnek idegenek jobbra, meg balra, akkor mi odaülünk az üres helyekre. Tehát az egész egyeztetés úgy folyt, hogy ők ültek azon a helyen, akik egyébként osztani szokták az igét. És így ment végig ez a beszélgetés. Ezről persze ők mit sem sejtettek, de adott egy sajátos hangulatot az egyeztetésnek. Igen, még ez a kettő dolog most itt kijött, tehát, hogy kezdeményezés is kell, valamilyen impulzus is kell jó szakember, élmények és megtapasztalások erről a dologról. Van-e még, ami kell? Hát, hogy fontos, hogy látjuk azokat az embereket ott a területen, akik segítik a munkánkat. Tehát, hogy látunk az önkormányzattól embereket, tehát tudunk velük beszélni. És ugye ezt a példát is, amit a Linda az előbb említett, Kovács Katalin ugye a Városházáról, ezt ilyen nagyon-nagyon pozitívan, tehát máshol is mindig megemlíti, hogy őnál is ez teljesen
jó irányba jött le, hogy ez így zajlott le, hogy valahogy úgy alakult, hogy beültek azok a vezetők, és beültünk velük szembe, és elkezdtünk meditálni, és egyszer mondta is Kovács Katalin, hogy majd ott fönt megoldják, ha ti nem tudjátok, mert azok az emberek biztos, hogy meg fogják oldani. Az időkapszulánál is ez volt, hogy lehet, hogy csak egy mobiltelefon van, de biztos, hogy lesz megoldás, hogyha ők ezt kitalálták, hogy akkor kérdezzük meg őket is. Úgyhogy érdekes, hogy szükség van arra, hogy azért ott legyenek a területen és lássuk őket. Ne csak egy papírt, amit odaadnak egy területi képviselőnek, anno ez volt, odaadtak egy papírt, átolvasta, megvalósított belőle, amit megvalósított, aztán a többi elmaradt. Tehát, hogy nem láttunk eredményt igazából, nem volt párbeszéd. Ez a legfontosabb, hogy lássuk és beszélhessünk ezekkel az emberekkel, akik. Remélem, hogy hallják a többiek is. Tehát nagyon-nagyon fontos ez, amit most mondott a Zsolt, hogy ezek élő kapcsolatok legyenek. És azt az egyrészt most nem emeltétek ki, de az előzetes beszélgetésünkben elmondtátok, hogy az önkormányzat azért volt erre nyitott, mert korábban ott voltak már befutcsolt programok. Tehát volt olyan, ami nem ezzel a módszerrel ment, abba is belefektettek csomó energiát és egy csomó pénzt, és nem működött. Mert hogy nem voltak benne azok, akikről szólt. És amikor jelen volt a területen már a szakember, ott a közelben megtalálhatóan, nektek is voltak elképzeléseitek, amiket ők, hát, hogy mondjam, inspiráltak, vagy előhoztak, bizalmat adtak, akkor ez a dolog elkezdett működni. Akartok-e még most ebbe a bemutatkozó körbe? Ha nem, akkor talán egy picit így a közelebbről látjátok, és a fotókon is látjátok már, hogy mi ez a helyszín, hol dolgoznak ők György telepen, Hősök terén. És menjünk tovább még ilyen történetekkel, mert igazándiból majd a történetekből jöhetnek ki a további kérdések. Éjszaka-Balú. Én a Dialóg Egyesület, mint kezdeményezője tudok beszámolni erről a programról, de ott azt már az elmúlt évek diskurzusaiból tudjátok, hogy van egy közösségfejlesztő csapat, úgy hívják őket, hogy Fészakkör Egyesület, és hogy ez egy nagyon fontos eleme volt a mi további építkezési lehetőségünknek, és most nem szeretnék a programról, ezt már azért többször bemutattuk egymásnak, most kifejezetten arról szeretnék egy picit beszélni, hogy és onnan kötném át, hogy tegnap arról beszéltünk, hogy változásokat elérni hogyan lehet. És Ilika gondolata ugye a tegnapi diskurzusban ott nagyon mély nyomot hagyott, hogy ha változást akarnak, és én is ugye a peremhelyzetű emberekre tudtam egyből gondolni, hogy ha akarnak egyáltalán egyrészt, másrészt meg ez egy kicsit olyan diszonáns, mert én nem régóta dolgozok szegénységben élőkkel, és azt érzékelem, hogy ez egy pici ellentmondás, mert a szegénységben élők biztonságra vágynak, az pedig egy állandóságot jelent, és ez egy kicsit így a változással ellentmondásba keveredik. És így kellett odalépni egy olyan térségbe, ami aprófalvas, előregedő, észak-abaúi térség, és olyan emberekkel volt ezt jó végig gondolni, akik szintén ott élnek. Így a másik két terephez talán így ez egy fontos adalék, hogy ott helyben élő közösségfejlesztőkkel lehetett ezt végig gondolni, akik aztán ott is maradnak. Az alapkoncepciónk, az többen ismeritek, hogy settlement típusú közösségi terekben gondolkoztunk, és közösségi munkában sok más elemmel kapcsolatban, és ha most így összegezni kellene, akkor így nagyon egyszerűen azt tudom mondani, hogy nem működtek nálunk ezek a klasszikus közösségi beszélgetések. Talán azért sem, mert itt azért már voltak egy jó régóta, 2006-tól. Tehát, hogy érdekes, hogy egy fejlesztési folyamatban mi működik éppen. Többször lettek már lekérdezve, megkérdezve, közösségi felmérve az ott élő emberek, és nekünk, ami így nagyon működött, az a manuális tevékenységekhez kötött közös együttlétek. Tegnap, ahogy így egyszerűen kellett megfogalmaznunk egymásnak, ez a fonó jellegű dolog, ahol csinálni kell valamit,
egy élményt ad az, hogy közben alkotok, teremtek is, és én most ezt a dolgot szeretném kiragadni, hogy a szetlementekben születtek helyi termékek, és ezeknek most van további útja, további lehetősége egy vállalkozás fejlesztési szakaszban majd. És én nekem, ami így az elmúlt 2,5 évben módszer, az egyelőre annyi, hogy ezek a közös alkalmak egy picit megerősítették, bizalmat adtak, önbizalmat és közösségi együttlétben való gondolkodásnak a lehetőségét adták ezeknek az embereknek, és aki egy picit bővebben akar majd tudni, és én most tényleg nem mutatnám, meg nem venném el az időt, megszületett egy kiadvány, ami ránk nem jellemző, tehát a Dialóg Egyesület nem szokott annyira ilyet csinálni, és most ezt azért szeretném bemutatni nektek, mert fontos, hogy végre ott járunk, hogy sok-sok terepen nagyon sok minden történik, és most rákényszerítettük magunkat, hogy írjunk is róla. És Roli szünetben megikletett egy gondolata, hogy mihelyst nyomdába kerül már érvénytelen a benne lévő gondolat, mert már azóta tök minden, másképp gondolunk sok minden, de abban a pillanatban annak a 19 munkatársnak ezek voltak a fejében dilemmaként, eredményként, gondolatként, amit így a peremhelyzetű munka során közösen megéltünk, úgyhogy ha gondoljátok, majd itt tudtok belőle elvenni. És ami viszont amellett, hogy az Egyesületnek is ez egy eredmény, amellett nagyon fontos cél volt, hogy ezt a programban résztvevő embereknek úgy tudjuk odaadni, hogy ők tudják azt, hogy ők ebben mit tudtak beletenni, és hogy ez az övéké is egyben. Tehát, hogy én úgy érzem, hogy tudtuk ötvözni ezt a kettős célt, hogy egy picit szakmai kiadvány is legyen, hogy egy picit így a társainknak is legyen mondani valónk, és ezt meg tudjuk osztani, illetve a benne szereplő embereknek is legyen egy kézzel fogható valamilyen pontszerű állomása a dologban, amire így rá tudnak majd nézni. És a többi gondolatot majd később, aha, jó? Oké, itt is egy picit csak így visszaidézném, hogy mondtál te is egy új elemet, ez a mindennapi cselekvéseken keresztül a beszélgetések terét megteremteni, és kellett-e itt még más, vagy ez volt a legmeghatározóbb? Volt-e még ilyen nagyon lényeges közösségfejlesztő elem? Többen tudjátok, hogy ez a közösségi munkahálózat építése az ilyen alaptézise volt, tehát hogy ott azok az emberek nem a program kezdetétől álltak bele a feladataikba, a programban viszont nagyon koncentráltan és a munkaköröknek megfelelően tudtak a settlement típusú közösségi térköré önkéntes hálózatot építeni. Tehát, hogy a közösségi munkásainknak nem az volt a feladata, hogy a klubokat megvalósítsák klubvezetőként ebben a programban, hanem hogy szervezzék oda azokat, akik majd ezt megteszik a saját képességeik, készségeik, tudásuk és netán vágyaik szerint. És ettől lett az, hogy Telkibányán az idős asszonyok a csigatészta mellett kötöttek ki, ezt nem a program és nem a közösségi munkás és nem a fejlesztő találta ki, hanem hozta az a tudás. Ettől lett, hogy Hidasnémetiben adományruhákból olyan textilbáros termékek, varrásból kialakultak, ami már ott Hidasnémetiben egy védjegy, mint textilbár, gyönyörű táskák készülnek, vagy ettől lett az, hogy a minden településen azok a saját. Amit még fontosnak gondolok megemlíteni, hogy a hálózatépítésnek egy nagyon izgalmas része volt ez a helyi termékek, települések közötti megmutatása. Egy nagyon pici anyagot, ugye a Magyar Televízió is tudott készíteni erről, hogy egy ilyen települések közötti kiállításban nem csak a szetlementekbe járók tudták a termékeket megnézni és élvezni, hanem be tudták mutatni mind a 9 településen ebben a kiállításban a egymás termékeit, és hát az iszonyatos energiákat mozgat, hogy hú, na hát is ezek az ötletek, és jön, és megy, és közlekednek egymás között. Úgyhogy most nekünk ez egy ilyen következő szakasz, hogy ennek hogyan legyen majd esetleg piaca. Uh-huh. Szóval megmozdítottatok meglevő energiákat. Így van. Kívülről, de az övékét, ez nagyon-nagyon fontos.
Jó, még akkor a történetek szakaszban, akkor az ági történet, a kalákás történet jön. A picit én is helyezném így a térképen, hogy hol is zajlik a történet. Ez Baranya megye északi fele, a valamikor is ázsi kistérség, és gyakorlatilag az a település Bokor, ahol mi elkezdtünk dolgozni, az Kishosszar, Gerényes és Tékes. A Tékes már nem tartozott így szorosabban a mi projektünk alá, de hogy ez a 3-4 település gyakorlatilag ilyen emblematikus hozza mindazokat a jegyeket, karaktereket, amitől egy ilyen belső zárvány tud lenni. Jelentős többségükben zsákfalvak, kb. Ilyen 100 és 400 fő közötti lakosság. Tehát túlzás neki mondom, hogy ilyen 95%-os munkanélküliséggel, az ott élőknek a jelentős többsége, tehát vannak falvak, ahol a lakosságnak a 70-80%-a cigány ember, és a legjelentősebb probléma a helyiek szerint az, hogy nem, tehát még hogyha nagyon valami csoda folytán a környéke valamilyen jelentősebb munkáltató bekerül, akkor sem tudnának ők ezzel élni, mert hogy konkrétan nem tudnak. Tehát nincs közösségi közlekedés, tömegközlekedés, nem megvalósítod azt, hogy én bejárok napi szinten dolgozni. Ágra egy picit fókuszálva, sose tudom, de hogy olyan bruttó 120 fő körüli a lakosság, zsáktelepülés, ennél fog volt ilyen olyan aranyos momentum, amikor elkezdtünk dolgozni, hogy ott fordul meg a busz, és az egyik srác mondta, hogy azt írja ki a busz neki, hogy ág forduló, és akkor ezt így levédettük, hogy akkor ez lesz a mi projektünknek a neve. Ami konkrétan minket érintett, az 2012. január 1-jel kezdett azóta méltán legendás és világhíró 5-1-3-os támop, ez a mély szegénység program működni. Volt egy rövid felkészülési időszak, egy ilyen negyed év, fél év, majd valamikor az év olyan május környékén elkezdtünk a mi 11 településünkön így turnézni, hogy akkor üljünk már a helyiekkel, mutatkozzunk be, és akkor hallgassuk meg, hogy ők, hogy kik ők, meg hát egyáltalán így mutassuk meg magunkat, és írtozatosan nehezen ment mindenhol, tehát hogy ugye van ez az arany szabály, vagy legalábbis én a magam részéről már így mindig készülök, hogyha közösségi beszélgetést szeretnénk valahol kezdeményezni, akkor így, hogy a jó, kulcskérdés, hogy lesz ott valaki, és hogy hány ember lesz ott, ez így körülbelül mindig a lakosságnak a 8-10%-a, aki ilyenkor így várható. De most ennek megfelelően pontosan ilyen 6-8 emberrel ültünk le közösségi beszélgetés, és ez első ilyen bemutatkozás volt, és tehát így lepadlóztunk, hogy úgy álltunk fel, hogy itt konkrét célok jelentek meg a beszélgetés végén. Hova tovább? Arra jutottunk, hogy hát nem tudom, nincs munkahely, meg hogy nagyon kitett az egész vidék és maga a település is mindennek, de hogy a legfőbb probléma mégiscsak az, hogy borzasztó állapotúak a házak, és hogy még ha, mert nyilván ez mindig ilyen visszatérő probléma, hogy nincs pénz, mert hogy nincs munkahely. Tehát mi valami mindig ez volt a kály, honnan elindultunk egy ilyen beszélgetéskor, és akkor mi van, ha van munkahely, tehát nem lehet hazamenni és nem lehet kipihenni magunkat, mert beázik a tető és az annyira nem jó, akkor mi lenne, ezzel kezdenénk valamit, és akkor azt most már nem tudom megmondani, hogy ez bátorság volt-e, vagy vakmerőség részünkről, de azt mondtunk, hogy jó. És ez egy elég konkrét ígéret volt, amit aztán így, amiből nem tudtunk már visszajönni, de most ennek köszönhetően elkezdtünk ezzel ténylegesen foglalkozni. Azt tudni kell, hogy ebben az 5-1-3-as projektben bár elég nagy rugalmasság volt szakmailag, de hogy azért erre így lóvé elkülönítve nem volt, hogy akkor mi most nem tudom, lakásfelújítással foglalkozzunk. Ennek megfelelően elkezdtünk mindenféle privát kapcsolatrendszereket is bevetve körbe kunyerálni így a környék tüzépeit, hogy akkor most így van egy nagy lelkes brigád, és akkor erre meg arra van szükség. Konkrétan senki nem értett ugye nálunk ahhoz, hogy mit kell egy házzal csinálni, ezért önkéntes találtunk, aki egy
tehát mi elhittük róla, hogy ő tudja. Hogy ő tudja. Egyébként tényleg tudta. Tehát egy mérnök embert, aki kijött, megnézte a házakat, és igazából próbáltuk nagyon alacsonyan tartani így a létszet, és azt mondtuk neki, hogy hát tényleg csak azt mondja meg, hogy életveszélyes-e hozzányúlni egy házhoz, és mert ha nem, hogyha igen, akkor nyilván nekünk, tehát megpróbáltuk egy ilyen felelősséget magunkba így kinevelni, hogy mi az, amivel tudunk foglalkozni. Egy olyan 6-8 család volt, 6-8 különböző háztartás, akivel el tudtunk kezdeni közösen gondolkodni. Nagyon szorgalmasan ilyen két hetente oda mentünk, így összeszerveztük, hogy akkor azért legyünk ott és veszük el. Ez nagyon nehezen ment. Tehát ugye által mindig volt egy-két ember, akire így biztosan lehetett számítani, de a többieket gyakorlatilag mindig akkor kellett összevadászni, telefonálgatás, és akkor itt az 5 órai kezdés az által mindig ilyen fél hét körül abszolválódott. De hogy ezek ilyen írtó jó hangulatú melók voltak, mert hogy tehát hogy igazából nem tudom, hogy ez mennyibe volt a mi részünk, mennyire volt a helyiek nyitottsága ebben így azt gondolom talán mind a kettő így mérvadó, de hogy innen most már azt látjuk, hogy ez nagyon fontos volt, tehát a működés, a működtethetőség szempontjából, hogy ez egy konkrét és nagyon jól megfogható dolog volt, hogy akkor most mi tetőt fogunk átrakni, hogy ne állzom be, és ne szakadjon le a konyha födéme. És arról nem nagyon beszéltünk, vagy annyira nem is volt érdekes, hogy hát igazából ez egy közösségfejlesztés valahol, itt a színfalak mögött, meg hogy egyáltalán azt, hogy ha időpontok vannak, akkor azt próbáljuk már tartani, mert ez nekünk fontos. Irigykedve hallgattam most is a Zsoltiékat, meg szünetben is, hogy hát ők ott vannak, és napi szinten ott vannak, és ezt tudják csinálni. És ezt mi nagyon nem tudtuk, tehát hogy jó magam is 70-80 kilométerről járok be dolgozni, és egyszerűen, meg ugye nyilván ág csak egy a másik 11-ből, tehát hogy nem tudtunk olyan erőforrásokat oda vinni, amit már akkor is igényelt volna, azt gondolom ez a történet, de mindezek ellenére azon a nyáron el tudtunk kezdeni ténylegesen dolgozni, és az egyik családnak a tetének felét átrakták, valahol lépcső készült, van, ahol vakoltak. Tehát ilyen pici apró munkák így beindultak. Na nyilván a kifejtős részben ez érdekes lesz, hogy ez mit okozott a helyi közösségben, mit jelentett nekünk, mennyire kellett nekünk a többi melónkat fáj a szívvel, de ennek következményeképpen elhanyagolni. Valamikor az év végén, vagy legalábbis ugye a késő össze elkezdett bedugulni. Tehát, hogy nyilván elfogytak a tüzépek, akiket így lehetett vegzálni. Jött a tél, hova tovább. De hogy azt így mindig így éreztük, hogy azért ezt így nem lehet ennyivel elintézni, hogy most egyrészt tél van, meg nincs tetőrész, tehát hogy és akkor most mindenki menjen haza, hanem így mindig valami alibit kerestünk, hogy miért lehet oda menni ágra és dumálni a helyiekkel, meg a polgármester asszonnyal, aki nagyon fontos szereplője ennek az egésznek. És valamikor azért a tél derekán azért így elkezdett ez így kicsit így, hogy is mondjam, feszíteni, hogy hát tulajdonképpen most akkor nem történik semmi. Mert hogy a valami az mindig az, amikor szög meg kalapács az ember kezébe. Ami engem személy szerint ezen a holdponton átlendített, az egy ilyen tök spontán beszélgetés volt a Gyöngyivel, a polgármester asszonya, amikor így karácsony előtt két nap volt, tehát áhított is volt, és arról beszéltünk, hogy akkor végülis mi is van itt, mit keresünk mi itt, és ez miért jó, vagy és ez egy nagyon sokat koptatott mondat, de hogy ő azt mondta, hogy ő amikor mi idejöttünk, azt mondta, hogy jó, hát játszatok gyerekek, mert láttunk már ilyet többször, de hogy ő egy másodpercig nem gondolta volna azt, hogy azok az emberek, akik be tudtak ebbe csatlakozni, azok bármit is el fognak követni. És nem csak a saját házukon, mert nyilván itt jön be ez a kaláka sztori, hanem elmennek egymáshoz dolgozni. És hát igaz, hogy rengeteg szervezés, tehát mondjuk egy óra munka, az kb. Két hét felkészülést kell, hogy hozzon magával, és azt az egy óra munkát, a kezdést és az ott létet, és az, hogy legyen minden, vagy legalábbis az alapfeltételek meglegyenek ahhoz, hogy bármit lehessen csinálni, ezek irtózatos erőfeszítésekbe kerülnek, tehát a bekerülési költsége most az lényegesen meghaladja azt, ami egyébként produktumként
kézzelfogható produktunként kijön, ugyanakkor akkor is azt gondoltuk, meg most is, hogy azért az itt nem arról szól, hogy mi itt házakat újítunk, hanem arról szól a történet, hogy hát ez most még így ezen a szinten talán erős, de hogy az, de, hogy... Mondd ki. Jó, mondd a végén, kimondom. De hogy az, hogy egy cikét át lehet azt a vakhitet adni, ami bennünk már akkor is ott volt, hogy hát meg tudod csinálni, és el tudsz menni, és milyen jó, hogy ott vagy, és nem tudom. Tehát ezek az erősítgetések azért átmennek, és nyomokban is, de hogy tényleg, és még egyszer visszahozom ezt a polgársasszonynak ezt a gondolatát, hogy hát ő sem hitte, de mégis. Tehát, hogy ott van ez a kraft így a helyiekben, csak egyszerűen egyrészt senkit nem érdekel, másrészt meg minden áldott nap bebizonyítja ennek az ellenkezőjét. Mert hogy egyszerűen van egy ilyen működés, és ezt mindenki el is fogadja, hogy hát 20 éve úgy megy, hogy minket nyektetni kell, hogy az úgyse lesz olyan, amit elvár valaki tőlünk, és egyébként nem is azt csináljuk, amit mi értelmesnek gondolunk, hanem amit valaki megmond. Megpróbálom gyorsan lekerekíteni a történetet, hogy akkor most így hogy is vagyunk most, 2014 nyarán. A 13-as éve ezzel az apátiával ment el, hogy így mindig kimentünk 2 hetente, 3 hetente valami alibiből, és akkor elmondtuk, hogy hát mindig megkérdeztük, hogy van-e építvény. Mondtuk, hogy nincs, de! És akkor valamit vittünk, mit tudom én, közösségi munkást sokat képzünk, klubokat szervezünk, stb. Tehát valamilyen mozgás mindig próbáltam bevinni. Majd egy picikét maga ez a felújítós dolog elkezdett így szürkülni, halványulni már a helyek körében is. És akkor nem hozom be, hogy egyébként állandóan az volt, hogy akkor nincs szakember, aki majd ezt megcsinálja. De van, de vele nem beszélünk meg. De hogy valamikor az idei év január környékén a Habitattől kaptam egy hírlevelet, amiben azt írták, hogy van ez a Habitat.pont nevű program, és keresnek hozzá országosan partnereket. És hát ugye az volt a kísértetés, hogy tulajdonképpen szóró-szóra azt írták le, amivel mi 2 évvel ezelőtt elkezdtünk dolgozni, hogy helyek bevonásával, pici építőanyag hozzájárulással, ugyanabban ez különbözött, hogy ez nem adományként kerül a felhasználókhoz, hanem önrészt kell vállalni, és egyébként muszáj ahhoz dolgozni a mások egymás házán, hogy ebből végül aztán tényleg tetőléc meg tégla legyen, de azt mondtuk, hogy na, akkor ha ezt most így nem lépjük meg, akkor ezzel gyakorlatilag nincs mit kezdeni, és valamikor február vége, március körül ki is mentünk a pöstiekkel, és abban maradtunk, szépen felfejlődött egyébként közben a brigád, mert azért mondtuk, hogy most akkor itt lesz anyag, tehát hogy most ez egy nem ilyen vagy igen, vagy nem történt, hanem itt tényleg itt lesz miből dolgozni. Megpróbáltuk a feltételeket, amik egyébként tényleg kicsit bonyolultnak tűnnek így elmondani világosan. Most az van, hogy van 4-5 olyan háztartás család, akiknél én azt gondolom, hogy mondjuk a jövő hónap közepéig érdemi beavatkozást a házukon el lehet követni. Valahonnan onnan jutunk, hogy 14-16 család fog ebben érdemben részt venni. Az, hogy miért nem sikerült ezt majd nyilván, ez egy érdekes kérdés lesz, de hogy most ott tart a dolog, hogy az egyébként nagyon gyönyörű, valamikor is vágparaszt házakat tényleg elkezdték az emberek egy kicsit magukénak érezni, gondolkodnak arról, hogy hogyan lehetne ezt a lehetőséget jól megfogni, és hát most már tehát tényleg csináltunk is valamit, tehát egy komplett tető át van rakva, ki van cserélve, jövő hét kedden, szerdán tapasztós workshopot tartunk, és végre át tudtuk nyomni ezt a vályok technológiát, amit mi gyakorlatilag kezdetek óta picit erőltettünk, ezt is megmondom őszintén. Nagyon utáltak érte, de hogy mégiscsak meg fog ez valósulni, úgy néz ki. És egyáltalán azt gondolom, hogy el tudott olyan szinten mélyülni ez a kapcsolat köztünk, meg az ottaniak között, hogy azért van ez az egy nyelvet beszélünk, meg van az, hogy elkezdünk ténylegesen nem csak a mi részünkről bizalmat fektetni ebbe a történetbe, hanem az van, hogy már nekünk is talán kicsit könnyebben és hamarabb elhisznek dolgokat, még akkor is, ha nem ígérünk. Az előzőekben is próbáltam így egy-egy gondolatot kiemelni és visszaadni. Te mondtál most 2-t is, az egyik az volt, hogy átadni a hitet, mert hogy
ők magukba nem hisznek, és ahogy Zsolt mondta, nem kezdeményeznek. Tehát túl vannak azon, hogy higgyenek abba, hogy van bennem hatalom, hogy van a mi közösségünkben erő, hatalom ahhoz, hogy valamit tegyünk magunkért. Ez nagyon fontos. És az, hogy ezt a hitet éppen ez egyfajta módszer, vagy ez egyfajta történet, vagy mese, amit itt elmondtunk, nyilván nagyon sokféle lehet. Még ilyen, hogy hogyan lehet ezt a hitet átadni. A másik pedig az, hogy hogyan lehet egy olyan keretet, egy olyan bizalmi légkört megteremteni, ahol ő el tudja mondani, hogy mit szeretne, ahol megvan az a bizalmi légkör, hogy mer nemet mondani, hogy idehoztak, akkor most egy tervet, köszi, nekünk már nem ez kell, hanem egy másik. Hát ez már a hatalomnak egyébként a gyakorlása. De azért oda szeretnék még visszakanyarodni, hogy ennek a műhelynek lehetne az is a kicsengése, hogy vannak jó történetek. De ez ennél sokkal nehezebb és sokkal keservesebb, mert hogy általában pont olyan mintákból indulunk ki, ami a hitetlenséget, az önértékelés hiányát, az önbizalom teljes hiányát, a kapcsolatokban a rossz mintákat hozzák magukkal, és abszolút nem hisznek abban, hogy ezen változtatni lehet. És az a kérdés, hogy amit mi viszont beviszünk, az milyen másik fajta minta. Mondjatok egy picit erről, hogy milyen, miben más most. Most milyen minták vannak. Akkor kezdem én. Többször elhangzott Györgytelep nevem. Györgytelepen működik a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálatnak a jelenlét programja, egy ilyen adományozó program. És amikor Hősök tere utcájában elkezdtük a munkát, és a Györgytelepen van egy támo program, a TIOP, a Hősök tere mellett Györgytelepet újítja meg, akkor nagyon sokszor az volt, hogy merre a Györgytelepieknek minden jár, és egy ilyen nagyon éles szembenállás volt a föntebbi utcában lakók és a Györgytelepiek között, és a Györgytelepiek ez a jár az adomány, a semmiért kapok, valamit fogadják el. Amikor a munkacsoport elkezdett csoportként működni, akkor ők maguk állítottak föl szabályokat. És az egyik ilyen szabály az volt, hogy valamit valamiért, hogy semmit nem csinálunk csak úgy. És ugye ez egy nagyon fontos szabály náluk. Tehát, hogy volt olyan, hogy egy együttműködő szervezet mondta azt, hogy akkor valamelyik akcióra, talán Halloweenre, akkor ő süt, főz, meg melegételt, és mondta, hogy nem. Tehát a csoport azt mondta, hogy nem kell semmi, szemétszedéseket csinálunk rendszeresen. Hát abban mondjuk belefutottunk az elején, mert hogy mi Anitával erőltettük, hogy legyen főzés, lett főzés, páran szedtek szemetet, sokan ettek, és hogy az így nem volt annyira jó. Úgyhogy már nincsen főzés, tehát szemétszedés van, akkor munka van, és nincs mellette Bográcsban ennivaló, és mégis működik. Uh-huh. És ezt így a csapat vívta ki, akár velünk szemben is. Uh-huh. És ez egy fontos minta, hogy ők tényleg akarnak valamit csinálni. És ezek a munkacsoport alkalmak, ezek mindig ilyen nagyon aktívak. Tehát még az egyik ötlet megvalósításán dolgozunk, de már jön egy következő, amit valaki más hozott. És így igazából ez a dolgos valamit csinálunk, és nem pedig otthon ülünk a négy fal között, mert hogy jó az, hogy együtt dolgozunk azokkal, akikkel eddig csak egy utcában éltünk. Uh-huh. Tehát jó közös megtapasztalások vannak, működik a valamit valamiért, tehát hogy bejönnek olyan dolgok a rendszerbe, ami megerősít, ez nagyon fontos, ami élményt ad, visszacsatol, megerősít, hasznos. Mik azok a dolgok még, amik ebbe az új mintában nagyon lényegesek? Most ha egyet ki kell emelni, akkor én azt a mintát emelném ki, amit mi tudtunk hozni, mint projekt. Hogy van egy 19 fős projektstáb, nagyon sokféleképpen felállhat. És mi tényleges együttműködés alapján álltunk föl. Két civil szervezet és egy Abaújhegy közi családsegítő önkormányzat vagy állami alapfeladatot ellátó szervezet. És ez egy egymás melletti munka volt, olyan rendszeres és folyamatos heti stáb alkalmak eredménye tulajdonképpen ez a közös munka, amit ezt tudtunk tovább adaptálni. Tehát, hogy vannak így működő rendszerek, meg így működő rendszerek, és azt hiszem, hogy ez ilyen társulva a horizontális szemlélethez, én látom, hogy például a
Híres-németi közösségi kertben csak közösségi szabályalkotás után mondják meg, hogy a cukkini az hova és hogyan kerül.